Hát itt vagyunk. Úgy érzem, aki ismer engem, az tudja, hogy amikor a borról van szó, akkor teljesen megváltozik az ember. Mert rá kell döbbenni arra, hogy a bor egy olyan elképesztő, csodálatos ív, ami hát megváltoztatja szinte, azt kell mondjam, az ember életét. És valóban nem véletlen mondom én mindig azt, hogy ha tehetek, akkor ünnep legyen a családnak, amikor fölbontolok egy szép bort. És elképesztő, ami belőle árad. Mert a bor az pontosan olyan, mint az ember. Az épp olyan rakoncázal rossz gyerek, az ilyen elképesztő tudással bíró felnőtté válik. Ezt a bornál harmóniának hívjuk, aztán épp olyan elárult öregember lesz. És bármi furcsa, ha meg nem ittuk, ő épp úgy, mint mi. Méltóság teljesen, de meg fog halni. Ilyen az életünk. És ez egy fantasztikus csoda. Nagyon köszönöm annak, hogy ennyien eljöttetek ebbe az orridőbe, és megünnepeltetek. Igazából most a végén eszembe jutott egy régi mondás, amit idős öreg székely embertől hallottam. Valami ilyesmit mondott. Kisfiam, ha kiállsz közönség elé, akkor mindig húzd ki magad, hogy jól lássam. Ha azt akarod, hogy megértsenek, akkor tagoltan és érthetően beszélj. És ha azt akarod, hogy szeressenek, akkor gyorsan hagyjak. Én most ezt teszem. Végtelen nagy szeretettel köszönöm meg mindannyiatoknak, hogy itt vagytok, és ezt a napot egyszerűen beáldoztátok. Köszönöm.